2005-ben rendezték meg először a Látás hónapja programsorozatot. Akkor közel 30 ezeren keresték fel az ország valamelyik optikáját, hogy megvizsgáltassák szemüket, míg tavaly már közel 70 ezeren. Idén országszerte 294, Nyíregyházán 4, Kisvárdán és Mátészalkán egy-egy optikavár ingyenes szemvizsgálattal és tanácsadással mindenkit. A cél az, hogy minden korosztály esetében feltárják a már meglévő vagy a kialakulóban lévő szemproblémákat. A fiatalok esetében a fénytörési hibák a leggyakoribbak. Ugye digitális világban élünk, ennek a látáshónapnak, rendezvénysorozatnak az egyik kiemelt témája a digitális eszközök vizuális kihívásai, a kék fény káros hatása. Tehát nagyon fontos, hogy akinek nincs fénytörési hibája, de sokat használja ezeket a digitális eszközöket, akkor is feltétlenül menjen el egy látszeri szaküzletbe, és egy szűrővédő réteggel ellátó szemüveget használjon. Bár a kékfény természetes jelenségnek számít, hiszen a napfény is tartalmaz kékfényt, túlzott mennyiségben a szem megerőltetéséhez, szemfáradtsághoz vagy akár álmatlansághoz is vezethet. A kékfény bizonyos tartományai hatással vannak az alvás szabályozásán túl a boldogság hormonra, a hormon működésre, az anyagcserére, a test öngyógyító és növekedés szabályozó képességére is. Az ilyen fényt szűrő szemüveg viselésén túl számos módon óvhatjuk szemünket. Idősebb korban természetesen az életmód, meg egyáltalán bármelyik életkorban az életmód is rendkívül fontos. Nagyon fontos a táplálkozás, a megfelelő folyadékfogyasztás, és természetesen a sport is. Egyre magasabb számban fordulnak elő a rövidlátók, különösen gyerekkorban, hiszen nagyon sokat nézünk közelre. A legjobb, hogyha naponta legalább 1-2 órát kint a szabadban töltjük az időnket. Vannak olyan gyakorlatok, amelyek szintén segítenek megóvni a szem egészségét. Ilyen például, ha 20 percenként 20 másodpercig 20 méterre nézve pislogunk. Ez védhet a szem kiszáradása ellen, hiszen percenként 10-12 pislogás lenne a normális. A technikai eszközök használata közben azonban ez a szám jóval 10 alá tud esni.